Hárman szállnak ringbe a fóti polgármesteri posztért március 2-án, a megismételt időközi választáson. Bartos Sándor gazdálkodó, fót társadalmi megbízatású alpolgármestere független jelöltként indul a Fidesz, a KDNP és a fóti gazdakör támogatásával. Megméretteti magát a polgármester választáson függetlenként Mádi Zsolt, aki 2010-ben távozott ebből a tisztségből. Indul a fóti polgármesteri címért a baloldali ellenzék, az összefogás jelöltje Takács István is. Tőzsgyökeres fóti vagyok, tehát a családom déd szülőig visszamenőlegesen fótiak voltak, úgyhogy nekem nagyon fontos volt mindig is fótnak a sorsa, és hát ezért is vállaltam én el ezt a jelöltséget, gondolom ez is érdekli a tévénézőket, hiszen fóton, aki ott lakik, illetve hát aki átutazik fóton, látja, hogy bizony elég szomorú állapotban van a város. Egy időutazásba lehet részt venni, aki nem ott lakik és csak átutazik fóton, mintha megállt volna az idő egy olyan jó 15-20 évvel ezelőtt, ami egy nagyon nagy fájdalma azoknak, akik ott laknak. A magamfajta tőzsgyökeres fótiaknak meg még inkább fájdalma, hiszen azok az emberek, akik ezért a településért annak idején sokat tettek, nem ilyen nyomokat akartak hagyni az unokáiknak, dédunokáiknak. Ezen szeretnék én mindenképpen változtatni, hiszen az a városvezetés, amely lassan 15-16 éve meghatározza a város életét, az bizonyította azt, hogy alkalmatlan arra, hogy ezt a várost vezesse. Melyik a programjának a főbb elemei? Hát nagyon sok mindent kell rendbe tenni, és nem lenne elég a műsoridő, hogy végig menjünk rajta. A leglényegesebbek mindenképpen a város arculatát meghatározó kérdések. Fontosnak tartom, hogy a város a 21. századnak megfelelő városközpontot kapjon, és egy olyan városházát, amit nem kell szégyelni, hiszen akik látták, és gondolom majd a tévénézőknek mutatnak képet a jelenlegi városházáról, az hát egy, nem az előbb 20 évet mondtam, az egy 100 évvel ezelőtti állapotot tükröz. Annak idején ez volt egyébként a Károlyi grófoknak a listálója. Tehát ez sok mindent elmond, hogy ez a városháza, ami most van, az méltatlan bármiféle városhoz a 21. században. Tehát ezeket mindenképpen el kell kezdeni, hiszen most egy nagyon rövid időszakról beszélünk, a mostani időközi választás után 7 hónap marad a rendes, normális őszi választásig, ami azt jelenti, hogy ezek olyan léptékű kérdések, amiket nem lehet ez alatt a 7 hónap alatt megoldani, ezeket el lehet kezdeni, és el is kell kezdeni, hiszen ez a legnagyobb mulasztása a jelenlegi vezetésnek, hogy egy határozott, egyértelmű többség ellenére ebben a ciklusban nem csináltak semmit. Korábbi ciklusokban szinte semmit, hogy pontosítsunk, de a korábbi ciklusokban még rá lehetett fogni azt, hogy nem volt meg az ő többségük a városvezetésnek, hiszen egyeztetni kellett az ellenzékkel, a többi önkormányzatba bejutott szervezetekkel. Most viszont volt egy kényelmes hétfős többség, ami arra adott volna nekik jó lehetőséget, hogy egy komoly fejlesztés elinduljon fóton, és ez nem történt meg. Ön miként fejleszteni fog? Tehát, ahogy mondtam, első körben elindítjuk ezeket a hosszabb távú fejlesztési folyamatokat, ami azt jelenti, hogy meg azokat a pályázatokat, amiket ezekhez a tervekhez meg lehet pályázni, azokra fölkészülünk. Illetve vannak meglévő tervek, amelyek egy városközpont, egy új városközpontnak a kiépítését már készültek évekkel ezelőtt, ezeket leporoljuk, és elkezdjük ennek a megvalósítását. Ugye ez egy folyamat, hiszen egyrészt el kell fogadni a testülettel, másrészt pedig itt az engedélyeztetési terveknek is ugye van egy átfutása, de ha nem kezdjük el, akkor a
nem lesz sose belőle semmi. A másik fontos kérdés az a közlekedésnek a kérdése. Egy iszonyatos nagy átmenő forgalom terheli Fótot, ami alapvetően Veresegyház felől esik rá, hiszen korábban, amíg nem volt autópályadíj, a Veresegyházára kiköltözött emberek, azok itt Gödöllő felé jöttek és mentek be az M3-ason keresztül Budapestre. Most pedig ugye sokan nem akarják megfizetni az autópályadíjat, ezért Fóton keresztül a legrövidebb út Pest felé, ami azt jelenti, hogy több mint 10 000 autó megy át naponta oda-vissza. És ezt az autóforgalmat el kell terelni, mert a város lakói azok fuldokolnak egyrészt a benzingőzben, másrészt meg a dugók miatt a közlekedés az teljesen lehetetlen a reggeli, vagy délutáni órákban. Az, amit sokkal gyorsabban meg lehet tenni, hiszen ez is olyan fejlesztés, amit elkezdeni tudunk ebben az időszakban. Ezekben sem tettek lépéseket az előző vezetések, és ezért alakult ki ez a mostani állapot. És abban sem tettek, úgy gondolom, lépéseket, hogy amit viszont megtehettek volna, mert nagyon sok pénzt nem igényel, hogy a városkép az picit emberibb legyen. Itt arra gondolok, hogy ha valaki végigmegy a Fóti utcákon, ott bizony nagyon sok helyen olyan koszos állapotokat lát, amit akár egy közmunkás brigáddal elég rövid idő alatt rendbe lehet hozni. Szintén a közlekedést érintő kérdés, hogy rengeteg földútja van még a városnak. Ezeket a földutakat meg kell szüntetni. Itt most az előző őszi választás után, amikor ugye engem megválasztottak polgármesternek, de egy jogi csűrcsavarral ezt a győzelmet elvették tőlem, illetve tőlünk, hiszen nem én győztem, hanem azok a fóti polgárok, akik a változás mellé álltak ki, és szeretnének egy szebb, élhetőbb Fótot. És ebben az időszakban, amikor a jogi folyamatok zajlottak, akkor én már elkezdtem tárgyalásokat, hogy azonnal a munkát el tudjuk kezdeni, és találtam olyan vállalkozót, akinek a segítségével egy gyors intézkedést lehet tenni, hogy ezek a földutak eltűnjenek, tehát egy murvázással meg tudjuk ezt oldani, ami már egy olyan jelentős hangulatjavító lépés az ott lakóknak, amit mindenképpen meg fogok tenni, hogyha ismét megnyerem a választást. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom, hogy a fóti vállalkozók ismét higgyenek abban, hogy Fóton érdemes vállalkozni. Sok kereskedő csukta be az ajtót a környező multinacionális cégek megjelenésének köszönhetően. Én úgy gondolom, hogy ha segítünk nekik adókedvezménnyel egyéb módon, akkor ismét megéri kis üzleteket nyitni, illetve azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Fóton működnek, azoknak mindenképpen segítünk azzal, hogy ha vannak olyan projektek, amikről itt beszéltem, tehát egy nagyon komoly fejlesztési folyamat előtt áll a város, akkor ezekben a fejlesztésekben az alvállalkozóknál mindenképpen a pályázat során szempont kell, hogy legyen, hogy a fóti vállalkozókat vonják be alvállalkozóként. És ebben az esetben mindenképpen tudunk segíteni nekik, hogy munkához jussanak, és a fóti embereknek is munkát tudjanak adni. Szerettük volna megkérdezni programjáról Baltos Sándort is, aki szintén indul a március 2-i fóti polgármester választáson, ám ő most nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Mádi Zsoltól is szerettük volna megtudni, mit tervez, ha polgármesternek választják meg Fóton, ám többszöri próbálkozásunk ellenére sem sikerült őt elérnünk.